Június 21-e, péntek, tehát köztér. Jó estét kívánok, köszönöm a televízió nézőit. Felújításokról fogunk beszélni, miközben azt hiszem, hogy nem keveset. Talán emlékeznek mi nagyon sokan, amikor a Mártírok útján kint volt egy nagy tábla, hogy nem sokára felújul a Mártírok útja. Abban az időben volt egy jó pár nézőnk, aki kamera előtt és mikrofonba elmondta, hogy ők majd csak akkor hiszik el, hogyha elkészül az az utca, hiszen éveken keresztül nagyon sok ígérgetés volt. Aztán a mostani önkormányzat az elkészítette, a Mártírok útja elkészült. Ma azt hiszem, hogy a város nagyon sok területén lehet, hogy azt mondják emberek, hogy ők majd csak akkor hiszik el, hogy elkészül az adott terület, hogyha már látják, hogy elkészül. Alpolgármester urat, Mészáros Attilát köszöntöm a televízióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezek a területek, amik most mozognak, most csak úgy általánosságban, ahol mozgás van és ahol dolgoznak, ezek a területek is valószínű, úgy, ahogy az előbb elmondtam a bevezetőbe, az ott lakók, az ott élők azt mondják, hogy akkor hiszem, hogy elkészül, hogyha már látom, hogy elkészült. Nagyon sok területről van szó. Szervusz, köszöntöm én is a televízió nézőt, köszönöm szépen a lehetőséget. Valóban a nyár az általában a szabadságok ideje, de a kivitelezőknél ez nem így van. Nagyon sok helyen a városban zajlanak kivitelezések, mély és magas építés egyértelműen nagyon sok van szerencsére a városban. Különböző programok és költségvetési forrásokra lehetne bontani azokat a fejlesztési forrásokat, amelyekből ezek megvalósulnak, de valóban lépten nyomon felújításokba ütközhetünk szó szerint, hogyha végigmegyünk a városon. A tudósításaink során a híradóinkba ezekkel a felújításokkal találkoztunk is, és találkozunk is folyamatosan. Kérném szépen az első bejátszást, egy kicsike összefoglalója a jelen állapotról, hogy mi is történik most éppen a városban. A város legnagyobb volumenű rekonstrukciója a Ligetsori, valamint a Gajahíd teljes felújítása a tervezett ütemnek megfelelően halad. A Gajahídon befejeződött a hídfelület betonozása, legalábbis a nagy része, és folytatják a kiegészítő betonozásokkal, és várják, hogy megkössön a beton. A Ligetsor esetében a Mésző Géza és a szálloda közötti részen kész a teljes csatornacsere, tehát a szennyvíz csatornacsere. Csinálják a bekötéseket, majd folytatják a vízvezeték építésével. Folytatódik a burkolatfelújítás a Móricz Zsigmond utcában is. A beruházással az első ütemből kimaradt Hotelvadászkürt előtti szakasz, valamint a Huba köz és a Géza utca közötti szakasz burkolatát cserélik. Nem csak az említett helyeken okoz gondot a közlekedés, Maroshegyen megkezdték a Besztercei utcai ivóvízvezeték átépítését, ezt az utcát is lezárták, a munkálatokkal várhatóan augusztus végére végeznek. Még mindig Maroshegynél maradva, április végén indult a Brassói utca közműveinek átépítése és cseréje, továbbra is forgalomkorlátozásra kell számítani ezen a szakaszon is. Itt az ivóvízhálózatot és a csapadékcsatornát cserélik, illetve átépítik a teljes pályaszerkezettel járdával együtt. A Brassói utcában a kivitelezés tervezett befejezési határideje november közepe. A Távirda és a Kéglőd-György utcákban közel 600 millió forintos beruházás keretében a vízközmű rekonstrukció mellett a csapadékcsatornát is átépítik, és burkolatcserére is sor kerül. Emellett térkőjárdák és aszfaltozott parkolók is lesznek az utcában, de megújul a közvilágítás is. A munkálatok itt a Távirda utcában július 24-én hétfőn reggel kezdődnek, és várhatóan még idén befejeződnek. Mintegy 2,5 méter mélyen lesznek parkolósávok, az út sávelhúzással vezet majd a forgalom csillapított utcában, amelyet dézsába ültetett fák szegélyeznek majd. A lakosságot folyamatosan tájékoztatják az aktuális lezárásokról és felújításokról, de türelmet és közreműködést kérnek a kivitelezők a munkálatok tervszerű elvégzéséhez. Természetesen az a 2,5 méter a szélességet jelent, és nem mélységet, tehát az autókat nem teszik le 2,5 méter mélyre a Távirda utcába, de nézzük csak, Maroshegy, Szárazrét, Ligetsor, Távirda, gyakorlatilag az egész városban folynak a munkálatok. Ezekről a konkrét munkálatokról beszéljünk pár szót, amit a kolléganőm említett. Maroshegyen milyen fajta felújítások történnek most, és főleg milyen program keretén belül?
Az útfelújításoknál azt gondolom, hogy többes probléma van. Egyrészt nyilván ugye az utak felületesen megfelelő nagyon sok esetben a városban, de ennek fő oka az, hogy az alattuk lévő közművek már rendkívül módon előregettek. Több évtizedes közműveket is találtunk, hiszen van olyan utca, ahol a 60-as, 70-es évek óta nem nyúltak hozzá a közművekhez. Ezek nyilván, amikor mondjuk bármilyen csőtörés vagy valami baleset történik abban az utcában, akkor az az útburkolatra is kihatással van. Ezért a felújítások egy jelentős részénél nem csak útburkolatot újítunk fel, és egy új aszfaltréteget húzunk az utakra, hanem lemegyünk, és valóban teljes közmű csapadékvíz csere is történik. Brassói utcában is például ez zajlik, ezért is, ha bár elkezdődött már áprilisban, de még folyamatban van, hiszen valóban ugye közműcserével kellett kezdeni. Csak úgy, mint a Ligetsoron, illetve a Távidakig-Ligyőgy esetében is a közmű felújításra fogunk kezdeni, és majd azt követi a burkolat csere. És ha már Távirda, valóban hétfőn kezdődik meg a Távirda-Kéglígyőgy esetében a közmű építés, a budai úti csomópontokban fog majd a munka elkezdődni, így hétfőtől forgalomkorlátozás lesz majd a budai úton, úgyhogy minden arra közlekedőt kérünk majd, hogy türelmét szeretnénk kérni, és hát valóban szinte minden városrészben zajlanak munkálatok. Ugye a források egyik része az Európai Uniós költségvetésben az a területi operatív program, amelyből 18 milliárd forintot a város önmaga használhat fel, olyan értelemben, hogy mi mondhattuk meg, hogy milyen területekre szeretnénk ezt fordítani. Ennek egyik jelentős része azok a nagy gyűjtőutaknak a felújítása, amely részben már is kezdődött, hiszen a Ligetsor ilyen, és hamarosan a Berényi út kettes üteme is elindul. Ezek a uniós forrásból valósulnak meg. És hát a többi... És ráadásul a Berényi út alatt ugye olyan csapadékvízelvezető és szennyvízelvezető van, amik a főág. Hát én nem értek hozzá, de úgy lehet hívni, ugye, hogy a főág. Igen, valóban, hiszen ugye ez pedig összefügg a felsővárosi csapadékvízelvezetés nagy felújítási munkálataival, amelyek folyamatban vannak. Hiszen a szakemberek is azt mondták, hogy ha a város vízgyűjtő területeit vagy csapadékvíz problémáját meg szeretnénk oldani, akkor az felsővárosnál kell elkezdeni ott kicserélni ezeket a régi csöveket és közműveket, és hogyha ottan el tudunk indulni és azt megoldjuk, akkor nagyban fellélegezhet, felszabadulhat majd a város a csapadékvíz terheltsége tekintetében, és nyilván ez majd ugye ez a felsővárosi fejlesztés, a Berényi úti csomópontot is fogja majd érinteni. Tehát nyilván ez az egyik forrás, ugye felsővárosi csapadékvíz is egyébként uniós forrásból újul meg. A másik pedig a saját forrású fejlesztéseink. A Sára Gyula program nagy erőkkel folytatódik. Idén is több mint 1 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés a Sára Gyula program keretében, amely útfelújításokat tartalmaz. Illetve a Városgondnokság elkezdte az út 2017-2019-es programcsomagot, amelynek keretében 3 év alatt 1,4 milliárd forintot fordít kisebb utak felújítására, parkolók építésére, járdák felújítására. Ez lehet esetleg folyamánya vagy folytatása a Sára Gyula programnak? Nem, ez párhuzamosan megy a kettő együtt. A Sára Gyulában igyekszünk nagyobb utakat felújítani. Ilyen például a Brassói út is, hiszen azért ez egy nagy léptékű, ugye ismerjük Maroshegy utca szerkezetét, hogy ugyan keskeny, de nagyon hosszú utak találhatók rajta. De viszont például a Móricz Zsigmond utca, ami a bejátszásban is hallható volt, vagy a Láncos Kornél utca, ezek mind ebből az út 2017-2019-es program keretében újulnak meg. Ezek folyamatban vannak, a héten is 5 helyen volt munkaterület átadás, akár a Horváth István lakótelepen gyakorlatilag az összes út és járda megújul, a Tóvárosban elindulhat a bekötőútnak a teljes felújítása, parkoló felújításokkal, de az Esperantó téren és még sorolhatnám azokat a helyeket, ahol ezek a munkák elkezdődnek. Szeretnénk, hogyha a legtöbb munka augusztus végéig befejeződne, hiszen az iskola kezdésre azért egy nagyobb gépjárműforgalom lesz az utakon,
de amit nem lehet, az pedig legkésőbb szeptember végéig kértük, vagy kötöttük meg a kivitelezői szerződéseket, hogy addig fejezzék be. Nyilván olyan nagy munkák, mint a ligetsor, vagy a távhírda kégli, az nem fog egy-két hónap alatt megoldódni, hiszen minden két helyen valóban először közmű, csapadékvíz, és utána tud majd csak az új burkolat rákerülni az utakra. Egy határidő pontosítást lehet-e kérni, hogy nagyjából mikor várható a Gaja hídnak az átadása, hiszen az azért a városnak egy elég kardinális forgalmi csomópontja, vagy nem csomópont, ugye, mert nem találkoznak ott utak, de egy nagy forgalmú út. Valóban én azt gondolom, hogy a menetrend szerint, ütemterv szerint halad a munka. A képviselő úr is elmondta, most már lassan a betonozás lesz, utána nyilván már jöhet rá az aszfalt, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az augusztusi határidőt tudjuk tartani. Tehát augusztusban ez várható lesz. A ligetsornak viszont hosszabb a határidő. Hosszabb természetesen, hiszen ott azért teljes szélességben, tehát teljes hosszban teljes közműcsere lesz majd a vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, és utána én nagyon bízom benne, hogy azért még ebben az évben, ennek az év végén ez megvalósulhat, hiszen ott azért járdakapcsolatok, új parkolók is fognak épülni, hiszen mind az iskola előtt megújulnak a parkolók, mind pedig a Koronás Park és a hotel között ott több mint 50 új parkolót fogunk majd kialakítani ennek a programnak a keretében, tehát ez egy nagy mérvű fejlesztés. Ha jól tudom, mostanában a ligetsort lezárják majd teljes egészében, mert a műszaki adottságok miatt ezt meg kell tenni. Négy darab panel épület van bent a ligetsoron belül. Olyan fajta probléma vagy veszély nem lehet, hogy a megközelítése, elsősorban gondolok itt tűzoltókra, mentőkre, hogy nem tudják megközelíteni ezeket az épületeket, vagy ez meg lesz oldva? Ugye egy ilyen nagy ügyfelújításnál mindig arra törekszünk, hogy amennyire csak lehet a félpályás közlekedés, azt tudjuk biztosítani. Természetesen előfordulhat néhány olyan nap, vagy olyan időszak, amikor ezt nem tudjuk megtenni, de természetesen minden olyan útvonalat ilyenkor ki kell jelölnünk hivatalból is, ami a katasztrófa védelem, illetve a mentőknek a biztonságos közlekedését megoldja, úgyhogy természetesen itt is ez megoldott. No, akkor nézzük meg azokat a felújításokat, amik már megvalósultak ebben a ciklusban. Például a Szent Sebestyén parkban pontosan mi is történt, mert ha jól tudom, ott már befejeződött, legalábbis már a fákat is elültették. Igen, valóban igyekszünk a magas és a mélyépítés mellett a környezetvédelemre is fontos szempontot adni, és minden városrészben kialakítani egy-egy olyan közösségi teret, ahol az ott élők kicsit meg tudnak pihenni, le tudnak ülni, és szép zöld környezetben tudják a szabad idejüket eltölteni. És hát azt gondolom, hogy a Felsővárosnak egyik gyöngyszeme a Szent Sebestyén templom és az előtte lévő tér. Ugye a templom már a tavaly évben annak a felújítása megkezdődött, ehhez a város jelentős forrásokat biztosított, és miután a felújítás nagy része befejeződött a templom előtt, így nyílt lehetőség arra, hogy képviselő úr javaslatára is, Földi Zoltán javaslatára elindulhasson a térnek a rendbetétele. Azt gondolom, hogy valóban egy nagyon szép, gyönyörű tér lett, a Városgondnokság munkatársai valóban mindent megtettek. Az új utcabútorok, új fák, új bokrok, új környezet várja már a felsővárosiakat. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy nagyon szép példája a közösségi terek fejlesztésének. És ahogy néztem, egyébként istentiszteletek idején megtelnek a biciklitárolók, illetve istentiszteletek után pedig a park maga is megtelik, amikor kijönnek az emberek a templomból. Most már nem a művelődési házba csücsülnek be, hanem a parkba, ami nagyon szép egyébként. Igen, bízunk benne. Hát azért is építjük ezeket és alakítjuk ki, hogy minél többen használják, és hát most azért az időjárás is megengedi, hogy szabad téren lehessen ilyen alkalmakat együtt tölteni. Csónakázótó, a másik gyöngyszeme a városnak most már. Valóban azt gondolom, hogy régóta vártuk ezt a fejlesztést, és valóban azokat a visszajelzéseket kapjuk, amelyekre valóban számítottunk ennél a fejlesztésnél, hiszen valóban nagyon-nagyon sokan használják, látogatják, és kapjuk a pozitív visszajelzéseket. Ugye ez egy nagy csomag a Sóstó stadion és a természetvédelmi terület felújítása részeként
tudtuk megvalósítani, bár nyilván földrajzilag nincs közel a Sóstó természetvédelmi terület és a csónakázótó, de mi azt kértük, és a kormány meghallgatta kérésünket, hogy ezt is bele tudjuk tenni ebbe a program csomagba. 300 millió forintot költöttünk a csónakázótó felújítására, ugye az első ütemben a mederkótrás, illetve a partfal megerősítés zajlott, hiszen valóban már nagyon eliszapolódott a csónakázótónak a medre, és hát sajnos rengeteg szemét is és törmelék volt a mederben, úgyhogy ezt mindenképpen ki kellett kotorni. A partfar is több helyen hiányos volt, illetve meg volt már töredezve, úgyhogy azt gondolom, nagyon szépen elvégezte ezt a feladatot a kivitelező, majd ezt követően körbejárhatóvá, körbesétálhatóvá, futhatóvá, biciklizhetővé tettük a csónakázó tavat, hiszen egy nagyon szép sétány alakult ki, teljesen új közvilágítással, új utcabútorokkal, szemetesekkel, mindennel. Én azt gondolom, hogy valóban egy gyöngyszeme, és hát azt gondolom, hogy ez a plusz dolog, hogy a nevéhez mérten most már csónakázni is lehet, az pedig valóban egy ritkaság. Május 1-én indulhatott meg a csónakázás, és azt gondolom, hogy óriási sikere van nem csak a fehérváriak körében, hanem az ide látogatók körében is. Szerencsére úgy tudtunk együttműködni a Vitál klubesével, hogy délötönként az iskolák a mindennapos testnevelés keretében is használhatják, és csak májusban 1200 diák vehetett részt a testnevelés során a csónakázó tavon. És hát gyakorlatilag folyamatosan a 10 csónak, illetve a 25 kajak, a sárkányhajó, illetve tutajok folyamatosan vizen vannak, úgyhogy már azon gondolkodunk, hogy akár még az idén, de hogyha nem, akkor a következő szezonra még plusz csónakokat kell majd vásárolni, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy a székesfehérváriak használják. Én csak azt szeretném mindenkitől kérni, hogy gyakorlatilag 10 méterenként helyeztünk el szemeteseket, hogy a szemetünket abba helyezzük el, hiszen azért látjuk sajnos, hogy nem mindenki vigyáz úgy erre a megújult gyöngyszemre, hogy azt sokan szeretnénk. Találtunk már azóta is benne szemetet. Én mindenkitől azt kérem, hogy ha már közös erővel meg tudtuk ennek a gyöngyszemnek a megmentését tenni, akkor vigyázzunk is rá jövőben. Ez így van, vigyázni is kell. Meglepett engem, hogy testnevelés órán is használják ezek szerint a csónakokat? A valóban igen. Kajakra, sárkányhajóra, csónakázásra mennek ki, és használják a gyerekek. Nyilván elsősorban a környékbeli iskolák, de gyakorlatilag a teljes város intézményei ennek rendelkezésére áll, ingyenesen vehetik igénybe. Nyilván ez szeptembertől folytatódni fog majd. Zseniális. A gyerekek viszont használják a mozi épületeket is, illetve a megújult Petőfi mozit, ami nem feltétlenül csak mozi, hogyha jól tudom, de az is felújult, az is beruházás alatt. Hát gyakorlatilag kismértékben lesz mozi. Én azt gondolom, hogy a neve az viszont mindenkiben élénken él, hiszen azért nagyon sok szép pillanatot élhettek át a Petőfi moziban a székesfehérváriak. Ugye az elmúlt években azért volt több próbálkozás arra, hogy valamilyen módon hasznosításra kerüljön ez a belváros egyik nagyon szép épülete, de sajnos ez a vállalkozóknak nem úgy alakult, ahogy azt szerették volna. És mindenképpen azt gondoltuk, hogy meg kell mentenünk ezt a nagyon szép épületet. Egyrészt az állag megóvás miatt is, hiszen már nagyon rossz állapotban volt kívül-belül egyaránt. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ilyen értéket nem szabad veszni-hagyni. És hát azt gondolom, hogy az a koncepció, ami a felsőoktatás fejlesztése tekintetében ennek a városvezetésnek az idején elindult, az a város jövőjét jelenti. Hiszen látjuk, hogy az a munkaerőhiány, annak egy része az a felsőoktatás a fejlesztésével pótolható. Nagyon sok műszaki és gazdasági szakemberre van szüksége a helyi iparnak, és nagyon örülnek neki, hogyha minél többet a helyi felsőoktatás adna az iparnak, ezért is fejlesztjük a duális képzést. És hát természetesen az egyetemista élet vele járója, hogy nem csak a iskolapadban ülnek és zéháznak és vizsgáznak, hanem a szórakozásra, a kulturális kikapcsolódásra is kell időt hagyni, és az infrastruktúrát is biztosítani. És innen jött akkor a gondolat, hogy akkor a Petőfi mozi lehetne a város egyetemi klubja. Nyilván egy folyamatos nyitvatartás mellett, elsősorban az egyetemi időszak alatt, tehát ez a vasárnap estétől
csütörtök péntekig lenne elsősorban az egyetemisták számára, nyitva hétvégén pedig akár a kisebb korosztálynak, illetve vasárnapként pedig a legkisebbeknek, hiszen a gyerekmuzika, gyerekprogramokat is tervez az üzemeltető. Maga az épület elkészült, több mint 100 millió forintot fordított rá Székesfehérvár önkormányzata, az üzemeltetőt kiválasztotta a város, és szeptember második hetében már nyitva is áll az egyetemisták és a székesfehérváriak előtt. És a felújítások közben a legkisebbekre is gondoltak, hiszen óvodák is újultak fel a városba, hogyha már az intézményeknél vagyunk. Valóban a Sára Gyula program mellett a másik nagyon fontos programunk az IBLI program, amely szintén már évek óta megy, ez is mintegy 1 milliárd forintos keretcsomag, itt ugye az intézményi felújítások zajlanak. Ugye ennek keretében az idén is számos óvodában lesz felújítás, illetve folyamatban van a felújítás, amit tudunk részben a Városgondnokság keretében, amit nem pedig külső vállalkozóval oldunk meg, hiszen nyilván itt is akár a vizes blokkok, akár a tetőfelújítások, azok nagyon-nagyon fontosak, hiszen itt is azért 30-40-50 vagy akár 80 éves épületekről beszélünk, és sőt, hát 200 éves épületről is beszélünk, és akár, a Felsővárosi akár igen. Én azt gondolom, hogy ebben az évben is több 100 millió forintot tudunk fordítani az óvodáink felújítására. Épp ugye a Szivárvány óvoda felújítása zajlik. Jövő héten adjuk át a Napsugár óvodában az új tetőt, és a többi is folyamatban van. Nyilván amíg lehet, tehát augusztus közepéig tudjuk az idei felújításokat elvégezni, hiszen fontos, hogy az óvodák rendben el tudjanak majd ősszel, amikor már mindenki visszatér, akkor rendben el tudjanak kezdeni. És az óvodák mellett természetesen még egyéb más intézményeinkre is fordítunk figyelmet, ugyanúgy a többi köznevelési intézményre az idejében. Ugye egy nagy felújítás volt a Teleki Blanka gimnázium belső homlokzatának a felújítás, ami már rendkívül balesetveszélyes állapotban volt, ugye a külső az 10 évvel ezelőtt elkészült, most pedig hozzáméltóan a belső homlokzat is elkészült. Emellett az egészségügyi intézményünkről sem feledkezünk meg, hiszen a polgármester úr még a nyár elején jelentette be a Kégli György programot, ugye itt a következő években az összes háziorvosi rendelő megújul Székesfehérváron, és ennek a már előkészítő ütemei, munkái elkezdődtek. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez a program is ütemezetten és rendben végig tud menni. És igazából azt hiszem, még a felénéseim járunk, hogyha áttérünk például a parkolókra, akkor, amikor elkészült a várkörút felújítása, akkor szinte sikoltott a belváros, hogy valahol ott kell egy parkolónak lenni, egy nagyobb parkolónak a környéken, hogy az emberek meg tudjanak állni, és a Jávor Ottó tér el is készült. Valóban nagyon fontos problémakör a parkolás, nem csak a belvárosban, hanem gyakorlatilag a lakótelepeinken szinte mindenütt, hiszen azt látni kell, hogy ugye nem csak annak a 98 ezer embernek, vagy 99 ezer embernek, aki hivatalosan be van jelentve Székesfehérváron állandó lakosként, hanem például az a 12 ezer tartózkodási helyen rendelkező, vagy az az 50-60 ezer ember, aki nap mint nap bejár dolgozni és iskolába, az ő számukra is kell biztosítani a közlekedést és a parkolást, és nem beszélve azokról az adatokról, amely szerint évente 10%-kal nő a gépjármű állomány Székesfehérváron. Most már több mint 45 ezer bejelentett gépjármű van Székesfehérváron, ami arányaiban a legmagasabb, nem az egyik, hanem a legmagasabb, tehát az összes megyei város közül itt a legmagasabb a gépjármű létszám arányaiban is. Még a nagyobb városokat, Debrecen, Szegedet, Pécset is előzzük ilyen értelemben, és hát nyilván a parkoló helyek pedig fogynak nagyon, ezért is szükséges. Ezért is gondoltuk azt, hogy mindenképpen a belváros környékén fontos, hogy tudjunk fejleszteni parkolóhelyeket. Ugye erre volt egy korábbi gondolata a Koch László utcában a többszintes garázs megépítése, ezt ugye a lakók tiltakozása miatt
elengedtük. Így a Jávor-Otto téren alakítottunk most ki több parkolót. Ez az egész tér felújításának csak az első üteme volt, hiszen a parkosítás egy nagyon szép park kialakítása majd a következő időszak feladata lesz majd, de azt gondolom, hogy megyünk tovább és nézzük, hogy hol lehetne még plusz parkolókat a belváros közvetlen környezetében kialakítani, hiszen látjuk azt, hogy valóban nagyon sokan jönnek nem csak ügyintézés szempontjából a belvárosba, hanem dolgo, munkavégzés vagy akár intézmény bejárása miatt is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat. És hát emellett pedig a lakótelepeken pedig sorra építjük az újabb parkolókat. A tavalyi évben azt gondolom, hogy a Víziváros volt a csúcs, ahol a képviselőasszony közbejárása és több mint 150 parkoló épült. Palotavárosban és Tóvároson is tudtunk az idei évben is újabb parkolókat átadni, és még folyamatban vannak a parkoló fejlesztések. Fontos, de hát ugye azt látni kell, hogy amikor a lakótelepek épültek a 60-as, 70-es években, akkor gyakorlatilag lépcsőházanként gondoltak 4-5 autóra, most meg azért lakásonként minimum egy, de akár 2, sőt 3 autó is lehet. Nyilván ehhez kell alkalmazkodni, azonban azt is látni kell, hogy előbb-utóbb a helyek elfogynak, és már csak a zöld felület rovására lehet majd újabb parkolókat kialakítani. Itt majd nyilván a kompromisszumokat majd meg kell kötnünk. Igen, de azért a zöld felületekre is szükség van, ezt azért elég jól igazolja, például a Csomagházótól a felújítása is. A Láncos Kornél utcát éppen a napokban adták át, arról van is egy bejátszásunk, hogyha megnézzük. Teljes pályaszerkezet cserével megújult az útburkolat a Láncos Kornél utcában, ahol megoldották a vízelvezetést is. A mai műszaki átadáson DNS-nél Flug Györgyi önkormányzati képviselő számolt be a nettó 26,2 millió forint értékű beruházás fontosságáról. Ebben az évben ugye kaptunk szépen támogatást, már mint pénzt a képviselők, és ebből költekezünk, és így tudtuk ezt az utcát megcsináltatni, mert nem csak az, hogy kapott egy burkolatot, hanem komoly alapzattal, tehát meg kell nézni, a csapadékvizelvezetés is megoldott, szikkasztó árkokat készítettek. Szerintem nagyon-nagyon szép lett, és szerintem a lakók nagyon örülnek neki. A mintegy 220 méteres útszakaszon két réteg aszfalt felvitelével újították fel az útburkolatot. A beruházás keretében mindkét oldalon szikkasztó árkot alakítottak ki, a kapu bejárók alá pedig átereszek kerültek, és kicserélték a régi szennyvízfedlapokat. Valamint a Vámbéri Ármin utcai járók irányába megoldották a vízelvezetést. A kivitelezés munkaterület átadása az június 16-án volt, utána gyakorlatilag egyből elkezdődött a kivitelezés, tehát azt tudom mondani, hogy bő egy hónap alatt elkészültek a kivitelezéssel, aminek során 220 méter hosszon, 4,5 méter szélességben új aszfalt pályaszerkezetet kapott az utca, mind a két oldalt süllyesztett szegéllyel megtámasztva, illetve vízelvezető árkok kialakításával. A Láncos Kornél utcát sokan használják parkolásra, mivel a közeli Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórháznál nem elegendő a megállóhelyek száma. A fokozott igénybevétel miatt a burkolat nagyon rossz állapotú, szinte járhatatlan volt. A beruházást a Sára Gyula program keretében finanszírozta az önkormányzat. És értelemszerűen több és több utca van, ami hasonlóképpen járt. De mielőtt még tovább mennénk, a Bori Jenő iskola előtt is megújult az útburkolat, és annak is mostanában volt az átadása. Nézzük csak meg ezt a bejátszást is. Térköves burkolatú parkolóban állhatnak meg mostantól a Bori Jenő iskola környékén élők. A felújítás azonban nem csak az autósoknak kedvez, hiszen a parkoló mellett közösségi teret is kialakítottak, és ősszel fákat is ültetnek a területre. A Bori Jenő iskola mögötti parkolónál vagyunk, ma adtuk át, de nagyon szép világítással ellátott, tehát közösségi térrel, és ősszel még 7 darab fát is ültetünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyetlen egy fát nem vágtunk ki, és hetet ültetni fogunk, tehát a lakók nem vághatják a fejemhöz, hogy a zöldet megint romboljuk, fát kivágunk. A városrészben a Jancsár és a Sziget utca burkolat felújítása mellett a Sütő utcában a 2-es és a 8-as szem között újult meg az út, és 3 új járdát is építenek. Jövő évre a Tolnai utca és a Jancsár köz felújítása marad.
a járdák 30 éve évült járdák felújítását, parkolók építését, és ez hál' Istennek ebben a programban már a Jancsár utca egyik oldala, a Sziget utca egyik oldala, a járdajavítás megtörtént. Itt már simán gurul a babakocsi, nem botlik meg a néni minden lépésben, a kiálló buckákban. Három darab új járdát fogunk építeni, és még lesznek de a Sütő utcában és a cserepes közben aszfaltozások. Palotaváros déli részén összesen három parkolófejlesztés történik ezekben a hetekben, az iskola mögött, a cserepes közben és a Jancsár utcában. Itt augusztus elején készül el az új 73 férőhelyes parkoló. Azt hiszem, hogy ezekről már olyan nagyon nem is érdemes beszélni, de azt azért mégis megtenném ezt a kérdést, hogy idén mennyit költöttünk útfelújításokra Székesfehérváron? Saját forrásból körülbelül mintegy 1,5 milliárd forintot, ugye ennek egyik része a Sára Gyula program, másik része pedig az út 2017-2019-es program, de ugye például akár a Liget sor, akár a Berény út pedig egyéb állami, illetve uniós forrásból valósul meg, és például a Sóstó tekintetében már zajlanak a parkoló és út felújítások, ami szintén kormányzati forrásból valósulnak meg, tehát csak saját forrásból több mint 1,5 milliárd forint, és ehhez még jönnek hozzá a többiek, tehát azt gondolom, hogy a több mint 2-2,5 milliárd forint az összeg, amit út és parkoló felújításra, építésre fordítunk az idejében. Ez azért elég tekintélyes, még a székesfehérvári költségvetésnek is. Ha már Sóstót említette, akkor menjünk most a jelenleg folyamatban levő felújításokra, rehabilitációra, mert azért a Sóstó az egy rehabilitáció. Nézzük meg a következő bejátszást. A Sóstói stadion régi lelátóját 2002-ben bontották el, az új főépületet és lelátót hosszas munkálatok után 2005-ben adták át. Fiatal épületről van tehát szó, ezért sem akarták teljesen elbontani most. De úgy tűnik, miközben a többi résszel szépen haladnak a kivitelezők, a főépület megmaradt vázával lehetnek gondok, jelenleg ezért nem dolgoznak rajta. Beruházás ütemezetten halad előre, látszik is, hogy a főlelátóval szembeni lelátó részek azok nagyon szépen épülnek, a tető szerkezet is lassan elkészül, a pálya a fű elültetésre került már, tehát azt gondolom, hogy annak az előkészítés is történik. A fő lelátóval van probléma ebben a pillanatban a kivitelezésnél, egy statikai jellegű probléma. Nem tudjuk pontosan még, hogy ez milyen jellegű, milyen a műszaki megoldás, mennyibe kerül, és ez jelente határidő csúszást. Egy vizsgálatot rendeltünk el, nyilván ez egy műszaki vizsgálat első körben, ez július-augusztus fordulójára fog elkészülni, és ezt fogja megmondani, hogy pontosan mi a probléma a főlelátóval, hogy mi a műszaki megoldás erre a problémára, és hogy ez akár pénzben, akár időben jelente olyan kérdést, amit meg kell tudni a kivitelezőkkel közösen oldani. Egyelőre ez azért nem jelent csúszást, mert közben viszont nyilván a stadion egyéb része az tud és gyorsan tud szerencsére épülni. Én azért nyilván bizakodó vagyok, hogy a műszaki szakemberek meg tudják találni ezt a megoldást gyorsan, és ez jelentős időbeli csúszás nem fog eredményezni, de erre egyelőre nem tudunk választ adni. Várhatóan július-augusztus fordulójára ennek a vizsgálati jelentésnek a most már is akkori ismeretében fogjuk tudni megmondani, hogy mi fog történni és mikor, és nyilván ezt akkor a nyilvánosság számára is tájékoztatásként el fogjuk mondani. Az eredeti tervek szerint az új 14 000 néző befogadására alkalmas stadion 2018. januárjára épül fel a Sóston. A nemzetközi sport, illetve nemzetközi labdarúgó bajnokságokban egyedül a Videóton maradt talpon. Úgy néz ki, hogy Magyarországon minden más csapat kiesett. Ez persze nem jelenti azt, hogy mert a Videóton, mert Székesfehérvár olyan magas színvonal a futball, de könnyen elképzelhető, hogy lesz olyan magas színvonal a futball, mint a felújított stadion is. Bízunk benne. Azt gondolom, hogy valóban egy legmodernebb és minden előírásnak megfelelő stadiont építünk, és hát valóban, ahogy Bercesben is polgármester úr jelezte, a egykori lelátó karé helyén a három oldalú lelátó nagyon szépen épül, már betonszerkezet, acélszerkezet, tetőszerkezet már gyakorlatilag elemében a helyén van, viszont valóban a fő épülettel problémák adottak, statikai problémák, valóban rendeltünk egy statikai kutatást
és vizsgálatot. Ennek eredményét jövő héten kapjuk készhez. Nyilván ezt mi is értékelni fogjuk, és ezt követően hozzuk majd meg a döntést, hogy milyen irányban megyünk tovább. Mi nagyon bízunk benne, hogy mind az eredeti költségekhez, mind pedig az időhöz képes nagyjából tartani tudjuk majd az eredeti elvárásokat, de hát mi is kíváncsian várjuk majd ezt a jelentést. Én azt hiszem egyébként, hogy itt a Sóstó környezetében a stadion is egy nagyon fontos elem. Talán ezért is csináltuk a bejátszást, ezért is adtuk közre az információkat, de maga a Sóstó még soha, én legalábbis nem tudok róla, hogy ilyenfajta rehabilitáción átesett volna valaha is. Valóban is már nagyon régóta mondják is a szakemberek, hogy már szükséges, hiszen az északító a Sóstó természetvédelmi területen oly mértékig el is szapolódott, illetve a vízutánpótlása nem megoldott, hogy félő a kiszáradás veszélye is. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy ezt a programcsomagot csaknem 4 milliárd forinttal a kormány tudja támogatni, és a munkálatok már el is kezdődtek, hiszen a munkaterület átadások megtörténtek az elmúlt hetekben. De gyakorlatilag két fő alprojektre bontottuk a természetvédelmi terület felújítását. Az egyik a vízutánpótlásnak a megoldása. Ugye itt az egyik része lesz majd a basároknak a rendezése, annak a medrének a felújítása, illetve a vízfolyásának megfordítása, hiszen jelenleg épp ellenkező irányban kifelé folyik a Sóstóból a basárkon keresztül a víz, már ami van az északítóban. A másik pedig egy nagyon új környezetvédelmi szempontból is fontos megoldás, a többszörösen tisztított szennyvíznek a idehozatala a szennyvíztisztító telepről. Mindkét területen már a munkafolyamatok elindultak, az előkészítő munkák, a munkaterület átadás megtörtént, és hát szeretnénk, hogyha valóban jövő májusra ez elkészülne. Ugye azért Maroshegyen keresztül fog jönni ez a nyomóvezeték. Igyekeztünk úgy kialakítani a nyomvonalat, hogy nagyjából végig a Maros vize mentén menjen, tehát lakókörnyezetet alig érintsen. Nyilván lesz egy-két utca, amit érinteni fog, de itt nem fog nagy út felbontással járni ez a munka. Ami nyilván nehézség, hogy a Balatoni úton, illetve két vasúti csomóponton is át kell majd menni, de olyan új technológiával fogjuk majd aláfúrni, átfúrni a vezetéket, hogy gyakorlatilag komoly forgalomkorlátozásra nem kell számítani ezeken a területeken. A másik nagy csomag pedig maga az északító mederkotrása, illetve a tanösvénynek a felújítása, új interaktív tájépítészeti kellékekkel való ellátása. Itt is már a kivitelezőt kiválasztotta az önkormányzat, a munkaterület átadás megtörtént. Itt is május vége, 2018 május vége a határidő. Emellett pedig zajlik a kiegészítő fejlesztéseknek a tervezése, a Vadmadárkórház egy új közösségi térnek a kialakítása a keleti kapunál, és ugye gyakorlatilag ez valóban nem csak szűken a természetvédelmi területet érinti ez a nagy projekt, hanem valóban egy egész városrészi rehabilitációs programot tudtunk elindítani, hiszen ebből a 4 milliárd forintból csak nem 1,5 milliárd forint az az utak felújítására, új parkolóknak az építésére, új sétányoknak a kialakítására fordítódik, és például ugye a régi vendégbejárat mögötti területen már készül a csak nem 100 parkoló, az új sétány, és valóban remélhetőleg a hosszú sétatér, amely régen ugye a belvárosból gyalog vezette ki az embereket a Sóstóra, és akkor még a 10-20-as években strandként funkcionált ez a városban. Nagyon bízunk benne, hogy a megújulás után ismét egy valóban egy nagyon szép sétatér lesz majd a belvárosból kifelé, és nagyon sokan fognak majd a megújult sétányokon, utakon kimenni azért, hogy a megújult Sóstót megtekintsék. Várható, amikor sétálhatunk a Nádasok, Nádasok mentén mellett? Én nagyon remélem, hogy jövő nyáron már igen, hiszen május vége a határideje mindkét fejlesztésnek. Bízunk benne, hogy a kiegészítő fejlesztések is addig megvalósulnak majd. Természetesen ez fog majd járni kellemetlenséggel, hiszen például a Sárkeresztőri úton a Szárcsa hidat el kell majd bontani és újra megépíteni.
Ezzel párhuzamosan egyébként még a kisléptékű fejlesztéseink közül három fő útvonal is meg fog újulni, illetve egy-egy szakasza az ősz folyamán, a Balatoni út, a Farkasfermi út, illetve a Szárcsa utca egy szakasza. Nagyon bízunk benne, hogy rövid határidővel igyekeztünk szerződést kötni a kivitelezőkkel, hogy azért a város nagyon-nagyon forgalmas útszakaszai ezek, hogy gyors munkavégzés mellett kérjük majd a itt közlekedőknek a türelmét, de jó hír elsősorban a Sárkereszt úri Szárcsa utcában élők számára, hogy a déli összekötő út tekintetében a legutóbbi közgyűlésen már a tervezőről döntöttünk, tehát megindulhat a tervezési munka, úgyhogy bízunk benne, hogy tudjuk tartani itt is a határidőt, és amint a déli összekötő út elkészül, akkor nyilván a Sárkereszt úri Szárcsa utca, Széchenyi Horváth István utca azért nagyban fel fog szabadulni majd a forgalom alól. A Királyok városa azt hiszem, hogy nem is tudná abba hagyni, még sorolhatnák a felújításokat. Még 4 darab bejátszásunk lenne, de most ettől eltekintünk, több bejátszást már nem adunk, mert én ezt meg akarom kérdezni mindenképpen most főleg, hogy nyári szünet van, hogy a középiskolai kampusszal hogy lesz, mint lesz, mikor indul, mert azt hiszem az is egy nagyon nagy beruházás, egy nagyon nagy projekt. Valóban a Modern Városok program keretében ugye 2 olyan program van, amelyben előrébb járunk, mint a többi, hogy az egyik a kampusz, másik pedig a multifunkcionális csarnok. Ugye a kampusz esetében a tervezés zajlik itt szeptember végén várható, hogy az engedési szintű tervek rendelkezésre állnak, ezt követően tudjuk majd az engedélyeztetési folyamatot indítani azon épületekre, amely lesz szükséges. A kivitelezés közbeszerzését tavasszal tudjuk elindítani, hogy nagyon bízunk benne, hogy nyáron lesz már kivitelezője a középiskolai kampusznak. Ekkor kell majd jövő nyáron a 2 bent lévő intézménynek költözni. Itt közösen keressük a megoldást, hogy a 2018-19-es tanévben, illetve az követő tanévben a Kodolányi Középiskola, illetve a Tóparti Gimnázium hol fog kapni majd elhelyezést. Ezért ez komoly probléma, hiszen 1500 diákot kell majd elhelyeznünk és megoldani nekik a mindennapi oktatásnak a körülményeit. Majdnem akkor a logisztikai bravúr lesz, mint a honfoglalás. Hát nagyon komoly probléma ez, igen, ezen sokat dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk oldani, és azon a nyáron, tehát 2018 nyarán őszén kezdődiknek majd el a munkálatok, remélhetőleg 2020 nyarára be is tudnak fejeződni, és 2020 szeptemberében már elindulhat az élet az új kampuszban. Ezzel párhuzamosan pedig nagyon komoly közlekedési koncepción is dolgozik a város, hiszen 2500 diák fog ezekben az intézményekben tanulni. Nyilván itt a buszközlekedés, parkolás, a gépjárműforgalom, illetve az ott élőknek a védelme is nagyon fontos, úgyhogy egy komoly koncepció készül. A multifunkcionális csarnok esetében pedig gyakorlatilag már a kiviteli tervek szinte a kezünkben vannak, tehát hamarosan indulhat majd a közbeszerzés kiírása. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen vállalkozók és milyen áron és módon adnak majd ajánlatokat, és szeretnénk természetesen, hogyha minél előbb el tudnak kezdődni ez a munka is. Igen, és egyébként minden összefügg mindennel, hiszen a kampusznál pedig a Vasvári is költözni fog, de az akkor, amikor a kampusz elkészült, onnan költöznek majd át a gyerekek. Rengeteg témánk lenne még, de alaposan túl mentünk a kiszabott időnkön. Köszönöm szépen alpolgármesternek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm szépen a nézőknek és a figyelmet, viszontlátásra.